Igen, a csokoládékod alatt. Termékkörök szerint szortírozzák az adományokat Aranyos Apátiban a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. Egy egykori húsüzem 5000 négyzetméteres raktárát alakították át logisztikai központtá. Mivel a határtérség gyűjtőpontjai már megteltek, ide szállítják azokat a segélyeket, amire a későbbiekben lesz szükség. A raktárban már több mint 40 tonna áru kapott helyet, a Magyarországra érkezőket és a Kárpátalján maradt embereket is ebből látják el. Ezt a raktárat azt a tulajdonos ingyen és bérmentve biztosítja a Vörös Kereszt számára. Ebbe a raktárba érkeznek azok az adományok, amelyeket Magyarországról, az Európai Unióból, vagy éppen a magyar kormány biztosít a Vörös Kereszt számára. Ebből a raktárból kerülnek kiszolgálásra azok a gyűjtőpontok, regisztrációs pontok, vagy melegedők, amelyekbe az Ukrajnából érkező menekültek érkeznek. És természetesen Kárpátaljára is segélyszállítmányok fognak indulni, nagyobb segélyszállítmányok a Híd-Kárpátalja összefogás jegyében. Ez pedig már Máté Szalka, itt a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum küldött adományokat a Máté Szalkai Szakképzési Centrumban tanuló kárpátaljai diákok megsegítésére. Tartós élelmiszer, több ezer pólót, pulóvert, zoknit, különböző tisztálkodási szereket, sőt háztartási eszközöket is tartalmazott a szállítmány. A Hódmezővásárhelyi intézmény kancellárja azt mondta, már Csongrád, Csanád megyébe is megérkeztek a menekültek, elszállásolásban és kapcsolattartásban is segítenek nekik. Mindenki, aki figyeli a történéseket, az aggodalommal tekint erre, aggodalommal a kárpátaljai magyarokért és aggodalommal az ukrán népért. Egyébként minket is elértek már a menekültek, azon a szinten, hogy Makón megnyitottuk az egyik kollégiumunkat, ahol ukrán munkásoknak a családjait szállásoltuk már el, körülbelül 40 főre számítunk, eddig 4-5 család érkezett meg. Ők itt dolgoznak Makón, egy építkezésen, és a család egyesítés segítjük, támogatjuk ezzel. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum iskoláiban összesen 308 kárpátaljai diák tanul. Nagy részük, amikor meghallotta a háború kitörését, azonnal hazautazott családjához. Sokan a rokonokkal együtt érkeztek vissza Magyarországra, de 60 tanuló továbbra is ukrán területen van. A Máté Szalkaiak nincsenek egyedül a segítségnyújtásban, országos szinten fogtak össze az intézmények. Az a tudat, hogy ha az ország 41 szakképzési centruma egy emberként fogott össze, keresték az alkalmat, a lehetőséget a velünk való kapcsolatra, és ennek eredményeképp, mint amit magunk mögött is látunk, szinte napi rendszerességgel ma is 6 centrum adományát fogadjuk és tározzuk be. Szóval ez egy szívet melengető és felemelő érzés, hogy ennyien segítik és támogatják a mi munkánkat, illetve ezen keresztül a kárpátaljai gyerekekét. A háború mindeközben továbbra is tart, az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások csütörtökön nem vezettek eredményre. Az elmúlt két hétben már több mint 200 000 menekült jött át Magyarországra.